Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt Erdély Imanuel igazgatóasszonnyal a gyermekmedencénél, amely megnyitotta mai nappal a kapuit. Mint mögöttem látható, már nagyon szépen használatban is vették az óvodások, és bízom benne, hogy az egész nyár folyamán ez így fog történni, és a gyermekmedence egy folyamatos pezsgésben lesz. Úgy gondolom, hogy végre olyan nyarunk lesz, amelyet már nem árnyékol be a járványhelyzet, így pedig mindenkit őszintén biztatok arra, hogy jöjjön el az uszodába, vegye igénybe a szolgáltatásokat, és mindent élvezzen a melegvíz a gyermekmedencén át. Úgy, ahogy az előző évben igazgatóasszonnyal egyeztetünk róla, hogy az óvodásokat idén nyáron is várjuk majd ide a gyermekmedencébe. Az óvodai csoportok majd a óvónők segítségével közösen jöhetnek el egy-egy alkalommal ide a medencéhez, és vehetik igénybe a medence összes élményét, amit csak nyújtani tud. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és biztatunk, hogy jöjjenek a Mékési fürdő területére, és érezzék jól magukat itt. Amire még szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy nagyon sok kedvezményt lehet igénybe venni annak, aki szeretne bejönni a Mékési fürdőbe. Többek között az idősek rekreációs bérlete, vagy a fiataloknak, családoknak szóló nebuló bérlet. Ezekről lehet érdeklődni a Mékési polgármesteri hivatalban. Én biztatok mindenkit, hogy nézzenek utána, és vegyék igénybe ezeket a kedvezményeket. De akár itt az intézmény területén a Mékési turisztikai kártyát is tudják használni, akiknek van ilyen, vagy szép kártyával is lehet fizetni.